Ami itt előttünk van, az a világ legnagyobb hulladékon lebegő hulladékgyűjtő hajója. A begyűjtött palackokból készítik hajóikat a Petcupa résztvevői. Ezzel is támogatják a hulladékok megfelelő újrahasznosítását, vegyítve a sportossággal, játékossággal, ami egyébként az egész kupát áthatja. Nagyon sokan, akik itt vannak, imádnak vizitúrázni, tehát hogy számukra ez a nyár, vagy ez a kikapcsolódás, hogy egy hajóval a vízen csorogni, nézni egy gyönyörű ártéri erdőt, és aztán megállni vagy egy lapájon, vagy egy kempingben. És amikor ezek az emberek meghallották, hogy van lehetőség arra is, hogy ezt csinálják, de közben még hozzájárulnak ahhoz, hogy a Tisza az mentesüljön a hulladéktól. Bár a tiszai Petcupa fontos része a kikapcsolódás, azért mégis nehéz feladattal néznek szembe az önkéntesek. Ahogy haladnak a PET hajóikkal, sorra gyűjtik az elhullott hulladékokat, javarészt a műanyag palackokat. Idén rekordmennyiségre lehet számítani a begyűjtött hulladékok terén. 4 nap alatt 2-3 tonna szemetet gyűjtöttek eddig be, ami korábban jelentősen kevesebb volt ennyi idő alatt. A fontos kihívás, melyik csapat gyűjt több hulladékot, egyértelműen a kupát az a csapat fogja nyerni, aki a legtöbb szemetet szedte ki a folyóból, meg az ártérből, de emellett vannak nagyon jópofa ügyességi, műveltségi vetélkedők. Ma például túl vagyunk egy manőverezési versenyen, ahol ilyen vízbe leszúrt karókat kellett a csapatoknak kerülgetni, ahol tudják bizonyítani, hogy a PET hajó az igazából nem csak egy elszabadult stég, vagy tutaj, vagy ponton, hanem ezek igenis manőverezhető, esetenként egész gyors és fürge hajók. Az önkéntes programsorozat Szatmárcsekéről indult augusztus 4-én, és Tiszamogyoróson ér véget augusztus 12-én.